A megyei levéltár Szent István téri épületében nyílt meg Vetro András szobrászművész kiállítása. A vándortárlat az Erdély Művészetért Alapítvány Vármegye Galéria Budapest közreműködésében került Székesfehérvárra. Szeretném, ha szobraim kis tükrök szerepét töltenék be, mely előtt a szemlélődő felfedi majd önön maga legbensőbb rezdüléseit. Vallom apám gondolatát, ami a kín örömben születendő tett elsőbségét hirdeti, a látva lássanakkal szemben. Vallja művészetéről maga az alkotó Vetro András. Különböző sorozatok, híres emberek, meg az úgynevezett nagy mutatvány, amilyen bohócokat az emberi gáthősök, hogy Bereményi Géza unokatestvérem, az író elnevezte ezeket a bohócaimat. Ezek ilyen vívódások, akik próbálnak kitörni a szabadság felé. Aztán itt van a Bánatos Lovak sorozat, és az anyasága, az anya és a gyereknek az örök kötődései. Tehát, és mondom, a híres embereknek a plakettjei, domborművei. Ahogy beléptem ide a kiállító térbe, és végignéztem a domborműveket, számomra groteszk, ironikus, ugyanakkor humoros is volt mindez. Ezek általában ezt célozzák, ezt ösztönzik? Igen, igen. Ez a jellemzi a munkáimat. Nagyon jól mondta, hogy én már nem nagyon tudok is ehhez hozzáfűzni. Ellenben annyit mondanék, hogy Székesfehérváron egy közös tárlaton én már részt vettem 2000-ben, amikor a háromszéki művészek mutatkoztak be. Sajnos én nem tudtam eljönni akkor, de azt hallottam a kollégáktól, hogy nagyon jó sikere volt annak a bemutatkozásnak, úgyhogy én most már Székesfehérváron másodszorra vagyok jelen. A tárlatot El Simon László kultúráért felelős államtitkár ajánlotta a nagy érdemű figyelmébe. Egy olyan művészről van szó, aki kiváló első vonalbeli alkotásaival van jelen mind az erdélyi, mind az itthoni képzőművészeti életben, de még egyszer mondom, ez a kiállításnak a különös jelentősége, hogy itt most nekünk Fejér megyében, Székesfehérváron is megmutatja ezeket az alkotásokat. Ez erősítheti a nemzettudatot, az együvé tartozás érzését is? Persze, én mindig azt mondtam, hogy nincsen erdélyi magyar irodalom, nincsen erdélyi magyar képzőművészet, erdélyi magyar színjátszás, abban az értelemben, hogy ezt elkülönítjük az anyaországitól, hanem azt mondom, hogy van egy egységes magyar irodalom, és vannak Erdélyben élő és Erdélyben dolgozó alkotók, és van egy egységes magyar képzőművészet, és vannak Erdélyben élő festők, szobrászok, és egyéb más területeken is jeleskedő alkotók. A kiállítás november 8-ig tekinthető meg a megyei levéltár Szent István tér 2 szám alatti épületében.